És akkor most néhány konkrétum ezek után, a bevezetés után, és talán azt is elmondtam, hogy én mitől lettem inkább jobboldali, legalábbis Magyarországon. Azt is tudni kell, hogy én Amerikában inkább baloldalinak számítok, mert az a fajta társadalmi állapot, ami ott van, az nekem túlságosan kevéssé kiegyenlített, túlságosan szélsőségesen nagyok a különbségek, és nincs szociális védőháló. Tehát ott én baloldalinak számítanék, mert azt mondom, hogy nem csak az abortusz, vagy a fegyverviselés, vagy a halálbüntetés olyan, ami számomra a jobb oldal, amerikai jobb oldal a republikánusok részéről nem elfogadható, de a társadalmi egyenlőség tekintetében is inkább balra állok az amerikai középtől, de inkább jobbra állok a magyar középtől, érdekes módon, tehát ezért mondom én magam többek között jobb oldalinak. Nos, annak idején, amikor polgármester lettem, akkor a környéken és távolabb is több más polgármester segített nekem, és adott tanácsokat, megosztotta a tapasztalatait. Az egyik ilyen nagyon kedves polgármester, csak azért nem mondom a nevét nagyra becsülésem ellenére, mert nem hatalmazott föl rá, azt mondta, hogy te azt fogod látni, hogy az emberek három dolgot akarnak tőled. Segélyt, lakást és munkát. De ha az első kettő megvan, akkor a harmadik már nem fontos. Hát megint elérkeztünk a motivációhoz. De akkor most először nézzük, mik azok a területek, amivel egy polgármesternek szembesülni kell, és ahol gondoskodni kell az emberekről, és ahol gyakorlatban megmutatkozhat az, hogy valaki jobboldali, baloldali, vagy mit gondol a társadalmi egyenlőtlenségekről. Hát először is az étel. Én említettem azt, hogy nem elfogadható számunkra ma, hogy valaki éhezzen. És azt gondolom, hogy Orbán Viktor rendszere is, és általában Magyarország az elmúlt években elérte azt, hogy elég kevesen, viszonylag kevesen éheznek ma Magyarországon. Nem állom meg, hogy nem mondjam önöknek, egy Nauru nevű óceániai sziget, egy törpe állam, az egyik legtöbb elhízott emberrel rendelkező, rendkívül szegény ország. Egy nagyon jó videófilmet néztem meg ezen a héten, azt hiszem, éppen erről az országról. Más szempontból is szoktam példának mondani Naurut, hiszen ott a guanó telepek miatt foszfát kitermelés folyt, és abban a idején, egy rövid ideig, a 80-as évek elején ez a Nauru nevű kis ország volt a világ legmagasabb jövedelmével rendelkező ország, a magyarul a leggazdagabb ország a világon. Hát nem csak a leggazdagabb, hanem a legbutább ország is volt, ugyanis ezt a természeti kincset, ezt néhány év alatt kibányázták, és ott maradt egy elviselhetetlen, lepusztult, növényzetétől is nagyrészt megfosztott sziget, ahol az emberek elszoktak a munkától, hiszen munkanélkül is volt jövedelem néhány évig. Ma már úgy kell újra tanulják a kertészkedést, hogy legalább valamennyit megtermeljenek. Egy pici sziget az óceán közepén, tehát ott nagyon bonyolult oda vinni friss zöldséget például, az elhízásnak is ez az egyik oka. És hát nem nagyon tudnak milyen jövedelmet termelni, és a többi. Ott volt a hatalmas kincs az őrükben, azt eltapsolták, felélték, és most ott vannak az egyik legszegényebb és legrondábban elhízott nemzete a világnak. Tehát ebből a példából is tanulhat Magyarország is, Orbán Viktor is, és mi is. Megyesi Péter még inkább tanulhat ebből a példából, talán a rövid és hosszú távnak a fókuszálását, ha megnézzük. Na de hát az ételt ígértem. Nos, itt Hódműzővásárhelyen is, hogyha ma engem megszólít egy hajléktalan, ami elő szokott fordulni, én állítom, hogy a polgármesterek közül valószínűleg én beszélek, lehet, hogy kicsit túlzok, Magyarországon a legtöbbször én találkozok hajléktalanokkal, nem csak az utcán, hanem a hajléktalan szállón is, ahol azért igyekszünk az ő életüket egy kicsit színesebbé, kellemesebbé tenni azáltal, hogy rendszeresen viszünk nekik ünnepi ételt az ünnepekkor. Most húsvétkor nem, de a karácsonykor, újévkor például gondoskodtunk róluk, mi is, mások is szerencsére. Nos, hogyha az ételhez való jogot és az éhhalál elkerülését úgy értelmezi valaki, hogy a gundelnek kell háromfogásos ételt ingyen felszolgálnia mondjuk a Váci úton, akkor higgyék el nekem, hogy nagyon sok emberről kellene gondoskodni, mert nagyon sokan mennének oda. Hogyha, mint Hódműzővásárhelyen, amikor én a hajléktalanok azt mondják, hogy éhesek, akkor azt mondom, hogy ne haragudjon, csak azért nem tudok önnek adni, mert akkor mindenki másnak is kellene adnom, de mondom, van itt egy ingyen étkezési lehetőség, hogy bárki, aki éhes, elmeri hajléktalan szállóra, és ott, ha más nem, akkor teát és zsíros kenyeret mindig kaphat, hiszen mindig van. De ahogy említettem, egyébként a város közétkeztetése, a Hódmenza, szintén juttat a hajléktalan szállónak rendszeresen naponta több adag, sok adag ételt. Mi is most a Covid alatt még megemeltük ezt a darabszámot, és 40-50 adagot vittünk oda naponta. Tehát ott senki nem hal éhen.
még egyszer azzal, hogy oda ki kell menni, ez nem a belváros közepében van, és természetesen ez nem egy luxus étel. Tehát valószínűleg aki a hajléktalan szállóra elmegy, és ott igénybe veszi az ottani étkezést abban a társaságban, abban a környezetben, higgyék el, hogy ez az rászoruló ember, és az megérdemli. Más az, hogyha a főtéren pincérek szolgálnák föl, és ez egy luxus étel lenne, mert akkor nagyon sok olyan is kérni, aki nem szorul rá. A segélyek itt Hódmezővásárhelyen is gyógyszertámogatást, rendkívüli települési támogatást és nagyon sok más segélyt is adunk a rászorulóknak, de fontos az is, hogy ez is limitálva van. Hogy például megvizsgáljuk a szociális rászorultságát, hogy ne olyanok vegyék igénybe, akiknek nem annyira kell, hiszen nagyon sokszor legrászorulóbb emberek között is van, aki nem jelentkezik és nem kér, mert szégyelli, és van olyan, aki annyira nem szorul rá, mint a többiek, és mégis rendszeresen kéri, mert hozzászokott, és inkább ezt a megoldást választja mondjuk a saját fönntartása érdekében. Lakhatás. Gulyás Mártonnal, amikor beszélgettünk, akkor ő firtatta a lakhatáshoz való jogot is, hogy miért van az, hogy Hódmezővásárhelyen tavaly nyáron az volt a problémánk, hogy 104 embernek a kilakoltatási eljárását indítottuk el. Hát azt tudni kell, hogy ez egy sok-sok hónapig, évig eltartó procedúra. Megerősítettem Gulyás Mártonnak, hogy még Marcinak, hogy egyetlen egy embert se lakoltattunk még ki. De természetesen, hogyha ezek az emberek nem fognak fizetni, akkor ott lesz kilakoltatás is, de én mondtam neki is, másoknak is, hogy nem 104 kilakoltatott lesz ebből, hanem 104 olyan lakó, aki rendszeresen fog mostantól kezdve fizetni. Hogy le kell szokni arról, hogy olyan emberek, akik egyébként csak a prioritás határozza meg, hogy lakbért fizetnek, rezsit fizetnek, vagy pedig dohányt, alkoholt és a többit vásárolnak, vagy okostelefont, vagy szerencsejátékot, hogy hova teszik a pénzüket. És hogy nagyon fontos az, hogy ha nincs kényszer, ha nincs ott a kilakoltatás veszélye, akkor persze a prioritásban is hátrébb kerül a lakbér és a rezsi, és nem fogják kifizetni azok se, akik megtehetnék. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat be kell tartani mindenkinek, és azokat támogassuk, akik tényleg rászorulnak. Sőt, én úgy szoktam mondani, hogy mi mindent megteszünk azoknak a felemelkedésért, akik maguk is mindent megtesznek a saját felemelkedésükért. Azok, akik maguk se tesznek meg magukért semmit, azoknak kidobott pénz segíteni, az éhhalált nem beszélve és hajléktalan szállót nem számítva, de őszintén szólva, ha adunk valakinek egy lakást, azt szétveri a kályhát, eladja belőle, és konkrét példákat mondok, nem lévből kapott példákat. Ostoba lenne az önkormányzat, amely újabb és újabb lakásokat ad olyan családoknak, olyan magánszemélyeknek, akik ezt nem becsülik meg, akik szétverik, és akik eladják a benne lévő használati tárgyakat. Több kárt okoznak, mint amennyi hasznot szereznek belőle saját maguk. Tehát ilyen felelőtlen embereket nem fog támogatni az önkormányzat a jövőben sem. Ugyanígy, amikor a lakásokról beszélünk, itt Hódmezővásárhelyen, ez a magát családbarátnak hazudó kormány, sajnos sok esetben azt látjuk, hogy nem családbarát, 33 csengettyű közé lakásunkat teljesen üresen kell tartsuk, amiatt, mert gyopáros alpár nem hajlandó egy aláírással megengedni, hogy ezeket kiadhassuk. Ráadásul mivel támogatásból vettük ezt meg, az önkormányzatnak nem is szempont az, hogy jövedelem legyen, mi ezeket a lakásokat oda tudnánk adni friss házas fiataloknak, akik ebben az időszakban a félretett pénzüket egy lakástakarék pénztárba tudnák mondjuk befizetni, és amikor néhány év után ezekből a fecske lakásokból ki kell majd költözzenek, akkor lenne elég pénzük ahhoz, hogy saját lakást vásároljanak, és még az önkormányzatnak pénzbe se kerülne ez. Hát ez volt az ötlet akkor, amikor megkerestük 3 évvel ezelőtt a miniszterelnökséget, akkor még Lázár János vezette, most Gulyás Gergely, hát egyikőjükkel se jutottam messzire, egyik sem segítette azt, hogy a vásárhelyi fiataloknak a lakásokat odaadjuk, inkább azóta is üresen állnak, és az önkormányzat fizeti ezeknek a lakásoknak a lepusztuló lakásoknak a rezsijét. Hát ez nagyon szomorú, ugye? De lakással nagyon sokan megállítottak engem az utcán is, hogy ők lakást szeretnének vásárolni. Ilyenkor van egy teszt, hogyha mindig van üres lakásunk a Dobóbibó Janáki környékén, az a város szélén egy valamikor volt szeméttelep helyén épült szociális bérlakásokból álló szegény környék, a cigány szegregátumaink egyike. Hát természetesen azok, akik azt mondják, hogy őket most kiköltöztetik azon, ha én nem adok nekik fedelet a fejük fölé, őket holnap kirakják, nem egy héttel, nem egy hónappal korábban, hanem holnap, tehát akkor szólnak, amikor már nincs idő, és akkor, hogy ha holnap kiteszik őket az utcára. Én hát mondom nekik, hogy egy ilyen üres lakásunk, mint mindig van, de ez ezen a Dobó Bibó Janáki környékén van.
akkor általában megoldják a saját lakhatásukat máshogy. Ebből látszik az, hogy nyilván annyira mégsem volt konkrét a veszély, vagy nem az utcára kerültek ki. Hála jó Istennek, megjegyzem. De megint csak ugyanaz, a lakhatáshoz való alapjog, amiről Gulyás Márton érdeklődött. Ha a Rózsadombon egy ötszobás villában mohítót szolgál föl fűszoknyás pincérnő, akkor mindenkinek lesz igénye szociális bérlakásra, meg lakásra. Hogyha a Dobóbibó Janákin lesz egy egyszobás lakás szerény körülményekkel, akkor már nem mindenkinek kell az állam pénze, az állam lakása. Tehát itt is, mint az étkeztetésnél, az a kérdés, hogy ez mire vonatkozik, az az állami, az, hogy mennyire alapjog a lakhatás. Én azt mondtam, biztos jó sokan fel fognak háborodni ezen. Azt mondtam, hogy de én támogatom azt, hogy az állam az a lakhatást alapjognak tartsa, de ez a hajléklan szálló. Tehát úgy, ahogy nem hagyunk senkit éhen halni, ugyanúgy azt sem hagyjuk, hogy az utcán megfagyjon. De hogy a Rózsadombon adjunk nekik lakást, az nem alapjog. Egyáltalán nem alapjog.